ez az a rész, ahol főképp látszik, hogy mekkora volt a tűznek a károkozása. Ugyebár itt van a kazánház, és a padláson a kazánházon keresztül tudott ide leterjedni. Ezért égett le a melléképület is mellette. Így néz ki most az a körösújfalui ház, amely nemrégiben kiégett. A tűzesethez a szeghalmi és a mezőberényi hivatásos, valamint a komádi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik 4 víz sugárral fékezték meg a lángokat. A ház azonban így is teljesen lakhatatlanná vált. Ez a szomszédban lakó férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt próbált is segíteni a családnak az oltásban. Én láttam, hogy innen nagyon jön a tűz a hátsó részből. Próbáltuk volna oltani amarról is, slaggal, de nem lehetett. Hát olyan meleg van, hogy 3 méteres lángnál nem lehetett megközelíteni. A gyerekek kiszaladtak, eltessékelték őket. Itt elzártak, amit el lehetett, ugye a gázt, meg ezt-azt. Hívták a tűzoltókat, rendőrök, kim voltak pillanatok alatt. De hát olyan szerencséjük volt a szerencsétlenségben, hogy nem volt nagyobb tűz. Mert itt a régi körben én úgy látom, hogy hozzá lett építve, és itt vastagabb a padlás. Ilyen gyapot volt rajta, ami hát nem engedte fel a tüzet fellobbanni jobban. A házban egy 6 gyermekes család él. Az itt lakó férfi elmondta, hogy nem voltak itthon párjával. Amikor az eset történt, csak a gyermekek voltak a házban. Pont vásárolni voltunk, mikor felhívták páromat, hogy ég a tetünk. Tehát nem is voltunk sajnos itthon. Egyszer csak szóltak, hogy ég a tető, a legnagyobb gyermek megpróbálták, kihozta az öccseit meg a húgát a házból, illetve felhívta az első segélyeket. A 112-t azonnal hívta. Jöttek is emberek segíteni, oltani, csak mire ideértek, addigra már akkor az volt a tűz, hogy menthetetlen. A férfi megmutatta stábunknak a házban, illetve a tetőben keletkezett károkat. Tehát igazándiból itt volt a padlás feljáró, illetve itt egy fa grádics, ezen keresztül jött le a tűz. Ugyebár azért is szakadt be itt a plafon is, mert itt alapból meg volt gyengítve a padlás feljáró miatt. Továbbá ugyebár a gázkémény is kiszakadt a helyéből, ahogy hát jobb ilyen, azt tudom mondani, hogy felrobbant a gázkazán, vagy leégett. De most már itt elméletileg ezt a kis részt ezt meg lehet csinálni, mert csak ennyi szakadt be. Úgyhogy ez javítható. Szerencsére a ház nem szenvedett súlyos károkat, mert a tűzoltók megmondták, hogy csak annyira locsolták az egész házat, illetve a padlásolást, hogy éppen el lehessen oltani a tüzet, ledobálták a földre, és a földön oltották el teljesen. Vigyáztak a ház épségére, hogy viszonylag kevés kár keletkezzen. Az eset nagyon megviselte a gyerekeket. Szerencsére azonban a település egy emberként fogott össze, hogy minél hamarabb helyrehozhassák az épületet, és visszaköltözhessen a család. Szerencsére segít nekünk az önkormányzat, az itten egyik helyi vállalkozó is felajánlott cserepet, illetve faanyagot a épülethez. Továbbá a vésztői ácsok, egy egész ácsbrigád fog majd érkezni felépíteni a tetőszerkezetet, illetve a munkahelyen majd segít a újravezetékelésnél. A településen adománygyűjtést is indítottak, hogy segítsék a családot. Körösújfalu Facebook oldalán jelezték, valamint Szabó Csaba polgármester szintén elmondta, hogy ez az akció több szálon fut. A tárgyi felajánlásokra a közösségi házban számítanak, itt egy kihelyezett dobozban készpénzt ugyancsak fogadnak, de a közösségi portálon megadott számlaszámra is lehet utalni. A családtagjai jelenleg egy önkormányzati lakásban laknak. Lehet őket támogatni pénzzel, építőanyaggal, munkával, különféle tárgyakkal is.